1944 végén a németek már mindenhol visszavonultak. A szabad világ reménykedett. Én is. Saul Padover vagyok, 39 éves, bécsi születésű. Egy pszichológiai hadviselést folytató speciális amerikai egység tisztje. A háború még nem ért véget, és mi nem csak egy katonai gépezettel harcoltunk. Szélmalomharcot vívtunk egy világképpel is. Miért küzdöttek a németek az utolsó csepp vérükig? Mi hajtotta őket? Ennek megfejtése lett a feladatunk. Beszélgettem több száz háziasszonnyal, pappal, munkással, Hitlerjugend taggal. Azért, hogy rájöjjek, miként történhetett meg ez egy országban, amely az én hazám is volt. Hitler népe. Igazodás. Hadseregünk oktatófilmjei előre figyelmeztettek minket. Ellenséges területen vannak. Vigyázzanak! Ne bízzanak senkiben! Ne kockáztassanak! Ahogy a jó szándékú bajtársak fogalmaztak, vagdalt hús lesz belőletek. Persze a legyőzött németek békésnek, szinte engedelmesnek tűntek. Mégis olyan idegennek, mint egy másik bolygó lakói. Azt az országot, amelyet 15 éve fiatal doktorandusként elhagytam, nem leltem többé. Nem hagyott nyugodni a kérdés, hogy miért? Hogyan történt? A frissen felszabadult német társadalom keresztmetszetét kérdeztem. Német művészet. Itt van. A régi tanárnőm. Frau Pernitz. Köszönjük, hogy ide fáradt. Foglaljon helyet. Nincs oka félni. Csak kíváncsiak vagyunk, és feltennénk néhány kérdést. Politikai kérdésekhez csak annyit értek, mint egy gyerek. Mint a diákjai? Tudja, mire tanítottam a gyerekeket? Olvasni és számolni. A Führernek, Hitlernek, a politikának az iskolában nincs keresni valója. Az életéről és a tetteiről volt szó. Miként más nagy államférfiakéről is. Amit tudok, azt a férjemtől tudom. Én magam nem vagyok... náci. Nyilván nem. Hetek óta dolgoztunk, és még egyetlen nácit se találtunk. Úgy tűnt, hogy abban, ami történt, senki nem vett részt. Mit jelent ez? Hitler egyedül hajtotta végre az egészet? A háború után a németek azt hajtogatták, ők nem voltak nácik. A németség és a náciság kapcsolata végig kísérte a harmadik birodalom egész fennállását. Összekötötte a németeket, akik szabadon fogalmazhatták meg maguknak, hogy ki a német, mi a náci, és saját maguk döntötték el, miként és mennyire válnak nácivá. Nem mindegyik lett 99%-ban náci, de sokkal 60-70%-ban igen. Nagyon sokan elfogadták a nácik programjának több elemét. A náci párt lelkesíteni és mozgósítani akarta a németeket. Folyton jelen volt az utcákon. Kevés társadalom volt annyira szervezett, mint a nemzeti szocialista Németország. A párt irányította az államot, de náci szervezetekbe tömörültek a fiatalok, a munkások, a jogászok, a sofőrök. A háború kezdetére össztaglétszámuk 69 millió főt tett ki,
szinte lefedve a teljes lakosságot, és messze meghaladva a Hitlerre szavazók számát. Minél sikeresebb lett a harmadik birodalom, vagy korábban a nemzeti szocialista mozgalom, annál többen kívántak azonosulni vele. Sokan hitték, hogy nagy időket élnek, és szerettek volna a részévé válni. Minél közelebb kerültek a nemzethez és a hatalmon lévőkhöz, annál büszkébbeknek érezhették magukat. Vajon miért válnak a józankortársak is a csorda szellem áldozataivá? Mi tette a nácik által ígért nemzet közösségét oly csábítóvá? Azt remélték, így könnyebb átvészelni a válságos időket? A Weimari köztársaság gazdaságát amerikai hitelek finanszírozták, ezeket a Wall Street összeomlása magával rántotta. A német gazdaság megragyott, a bankok csődbe mentek, és 32 közepére a munkanélküliség 35%-osra szökött. A válság sokkal súlyosabb következményekkel járt Németországban, mint Nagy-Britanniában vagy Franciaországban. A Weimari köztársaság demokrácia kísérlete sokak szemében elbukott. A demokrácia ellenségei viszont nyertek. A kommunisták népszerűsége nőtt, 100 képviselőjük lett a Reichstagban. A munkanélküliek pártjaként azok nagy része rájuk szavazott, kisebb része a nácikra. A szélsőségesek sok német számára a vágyott megmentő szerepében tűntek fel. A kommunisták célja egy szovjet mintára felépített Németország volt. Ami azonban ott történt, a kommunisták által burzsoának nevezett jómódúakkal és a középréteggel meg a bolsevik forradalom utáni letartóztatások, elbocsátások, kivégzések, az megrémítette a németeket. Szerintem ez a félelem fontos szerepet játszott abban, hogy sok német középosztálybeli a nácikra szavazott. Megéltük az inflációt, a válságot. Azok rémes idők voltak. Mindenki szebb jövőt akart. Ismerem az akkori közhangulatot. Akkor tudja jól. Jött a Führer, és a dolgozóknak egy jobb életet ígért. Mint egy megváltó. Mit gondol, mivel nyerte meg magának a Führer a tömegeket? Nem szavakkal. Kenyérrel, munkával. A munkáért kínált napi kenyérrel a rezsim magát Németország megmentőjének kiáltotta ki. A nácik sikereként könyvelték el a munkanélküliség csökkentését, bár a munkaszervezés a Weimari köztársaság érdeme volt. A propaganda nem működik, ha a valóságban nem történik semmi. Ezért a munkanélküliség legyőzése fontos lépést jelentett. A Weimari köztársaság végén 6 millióan voltak munkanélkül, akik újra dolgozni kezdhettek. Ők mind úgy érezték, hogy részei a rendszernek. Miként a piramisok a fáraók történetét zengik, ugyanúgy emlékeztessék mindörökké a gyönyörű autópályák a német népe története legrendkívülibb személyére, a honfitársra, aki külső segítség nélkül csak a saját erejéből új birodalmat hozott létre. A propaganda azt hangoztatta, és ezzel sok embert meggyőzött, hogy például az autópálya építésekkel munkát teremtettek. Ám ha megvizsgáljuk a tényeket, ezek az építkezések nem foglalkoztattak olyan sok munkást, és nem is voltak annyira kiterjedtek. De a propaganda célokat remekül szolgálták. Az állami munkahelyteremtő programok egyetlen időszakban sem foglalkoztattak 120 ezernél több embert.
A munkahelyteremtés, a munkanélküliség felszámolása, a gazdaság számos eszközzel való élénkítése, a gépesítés és nem utolsó sorban annak leágazásai, főként az erősödő fegyverkezés, ezek mind jártak előnyökkel, de hangsúlyozandó, hogy mindez a náci rezsim számára nem célt jelentett, hanem eszközt. A 30-as években nem elsősorban egy prosperáló társadalmat akartak építeni, hanem felkészíteni Németországot a háborúra. Ennek ára a munkaidő növekedése, az állami munkaerőpiac és a teljesítmény ellenőrzés lett. Egyes cégeknél is lettek kis fűrerek. A munkahelyek stabilitása volt a legfontosabb, és az új munkalehetőségek teremtése, főleg a fiatalok számára. Az idősebb munkások nem lettek a nácizmus hívei. A fiatalabb dolgozók, a régi szociáldemokraták gyerekei sokkal inkább támogatták a harmadik birodalmat. 1936-37-re a nácizmus lett a norma. A németek többsége számára a harmadik birodalom egy fejlődő országot jelentett, amelyben jó élni szemben a weimári köztársasággal. A jólét és a biztonság növekedésének ígérete is csábítóan hangzott. A Führer erős Németországot akart. Ez tetszett a dolgozóknak. Annyira, hogy eldöntötték, elegük van az osztályharcból. Egyetértettek abban, hogy szép a gondolat. A nép legyen a közösség. Igen. Számomra ez az asszony kincses bányát jelentett. Azt mondta, nem érdekli a politika. Mégis, amikor a Führerjéről beszélt, felcsillant a szeme. A teljes eszmekincset kívülről fújta. Olvasni lehetett benne, mint egy nyitott könyvben. A végén már az egész nép a Führer mögött állt. Legalábbis ezt mondták. Szóval ezt mondták magának. A nácik, a feljebb valók, a férje. Nem inkább a vágyai tették mindezt ennyire vonzóvá. Történtek változások, de a szimbolika fontos szerepet játszott. Elhitték, hogy sok dolog átalakult, és a remény, hogy mindez folytatódik, jelentősebb volt, mint amekkora változás a valóságban történt. A harmadik birodalomban a németek átlagosan még mindig kevesebbet kerestek, mint 1929 előtt. A szegények számára nem szűntek meg az osztálykorlátok, de a válság évekkel összevetve a többség boldogabb volt, mert látta talpra állni a világgazdaságot, és újra költeni akart. Ha megnézzük a nemzeti szocializmus reklámjait, egyrészt persze látjuk az idealizált képet Hitlerről és a pártról, másrészt a technikai értelemben vett modernizmust és a kialakulóban lévő tömegfogyasztást. Ilyen a jéghideg Coca-Cola hirdetése, vagy a leendő Volkswagen tulajdonos célzó reklám. A jövő képe. A modernitás víziója a berlini Tempelhof repülőtér is. A nácik fiatal, dinamikus és modern mozgalomként tekintettek magukra. Németországot is a modern infrastruktúra szókészletével akarták leírni, amelyben a sebesség, a hatékonyság és az új közlekedési megoldások kulcs szerepet játszanak. Ünnepelték a repülést, és önmagukat a Zeppelinekkel és a Junker repülő képeivel akarták reprezentálni. A nehéz idők elmúltával akadt bepótolni való. A rezsim a fogyasztási cikkeket és a modern technológiát is felhasználta önös céljaira. A Néprádió, a Volksempfänger szinte minden háztartásba eljuttatta a kormány üzeneteit. Az állam szabadságot is biztosított, hogy a polgárok jó fizikai állapotban legyenek. A rezsim megalapította az örömben az erő,
a Kraft durch Freude nevű közösséget, a német munkafront részeként, melyet a nácik szakszervezetből alakítottak a munkásokat összefogó ernyőszervezetté. Ez különböző rendezvényeket hozott össze, nyaralásokat, utazásokat intézett Madeirára, az olasz és a francia rivérára, de főleg a nácikkal barátságos diktatúrákba, mint Spanyolországba és Olaszországba. Németországon belül is sok kirándulást szervezett. Az örömben az erő, az állami utaztatással, a munkások hűségét és a szegényebb középréteget jutalmazta. Évente 10 millió embert vittek nyaralni, sokakat életükben először. Azoknak, akiknek az élete addig egyhangú és sivár volt, felejthetetlen élményt szereztek. Nagyon fontos, hogy fenntartották az aktivitás magas szintjét. Sok leírás egyfajta kábulatként idézi a nemzeti szocializmus időszakát, amely úgy szólván átrohant rajtunk, amelyben nem volt idő megállni és gondolkodni. Persze mondhatjuk, hogy ez a diktatúrák bevált receptje, az ember nem térhet észhez. A gyakori náci állami ünnepségek is hasonló célt szolgáltak. Valójában végig hazudtak nekünk. Ígéretekkel és reményekkel áltattak. Nagyot csalódtam a Führerben. Egykor imádott Führerük nyakába vartak minden felelősséget. Egyetlen beszélgetésben, interjúban vagy kihallgatáson, amelyen jelen voltam, sem merült fel, hogy a rezsim a saját népe ellen bármi rosszat követhetett volna el. Georg Stefan Troller, Saul Padoverhez hasonlóan az amerikai hadseregben szolgált. Bécsi zsidó volt, 1938-ban hagyta el szülővárosát. Az amerikaiak hozzá hasonló emigránsokat toboroztak a német foglyok kikérdezésére. Troller az amerikai megszállási övezetben civilekkel is beszélgetett. Mint a ma született bárányok, nem én voltam, mindenki ezt mondta. Csak Hitler és Hitler. Egyetlen ember lelkén szárad 80 millió másik halála. Rajta kívül senki se vállalta a felelősséget. Mert német dolgozók. Az ipari munkások Hitler ellenzékéhez tartoztak. Hitler igyekezett meggyerni őket. Én is egy vagyok közületek. Ott álltam közöttetek. Közületek szorgalommal, tanulással, és megmondhatom, éhezéssel küzdöttem fel magam lassan. Hogyan sikerült Hitlernek az üzemekben is meghallgatásra találnia, azokhoz szólnia, akik korábban nem az ő oldalán álltak? Elhitette velük, hogy közülük való? Vagy mindenek előtt azzal, hogy elsőként tette a munkanapját, május 1-jét, 1933-ban nemzeti ünneppé? 33 májusában egy braunschweigi közszolga ezt írta a lányának. Aki egy ilyen napot a maga csodájában megélt, az a külföld összes rosszindulatú, irigy, rágalmazó fecsegése felett áll. Az lepereg róla. Másnap megrohamozták a szakszervezet épületeit, és szétverték a munkásmozgalmat. Nyers erőt alkalmaztak, voltak halottak, sokakat megvertek, őrizetbe vettek, septében felállított koncentrációs táborba vittek. Egyszerre csábítottak és kényszerítettek. Bárhová megyünk, mindenütt rom és reménytelenség fogad. Mint egy világbíróság kivégző helyén.
Amikor 1933-ban még Németországban voltam, nem akartam elhinni, mennyire törékeny az a világ. Mi lett a szabad gondolkodókkal, akiket ismertem, akikben hit és meggyőződés munkált? Akiket nem lehetett beállítani a sorba. Aachenben, az első nagyvárosban megkaptam a választ. A helyi újság nyomdájában. Persze pártag voltam, de nem a nácik közt. Heinrich Hollands az SPD tagja volt 1933-ig, amikor azt betiltották. A tanult nyomdász körbevezetett kiadója épületében, ahonnan akkor kidobták. Igen, alig hogy hatalomra kerültek, tisztogatni kezdtek. Nem csak az állásunkat kellett féltenünk, hanem szó szerint az életünket is. Miért nem álltak ellen? Nem volt egy felkelése, egy sztrájk, vagy akár barikádharc? Voltak, akik az utcára akartak menni, de ezt a párt vezetése ellenezte. Mivel Hitler törvényesen választották meg, az ilyesfajta ellenállás jogszerűtlen lett volna. Cserébe a nácik is milyen gyengéden bántak később magukkal. Igen. Némely elvtársak más emberré lettek, miután a gestapo PP verte őket. Sok letartóztatott, az is, aki később külföldre menekült, hallgatott arról, ami a fogságban történt vele. Egyesek a félelem, mások a szégyen miatt. A legtöbbjük csak el akarta felejteni. Talán túl sokan megfeledkeztek arról, milyen széles körű és kegyetlen volt mindez. Ekkor nyitották meg a Dachaui koncentrációs tábort és több tucat kisebb lágert. Még nem alakult ki a táborok szervezetrendszere. Nagyjából 100 000 szociáldemokratát és kommunistát tartóztattak le és zártak lágerbe, ahol megverték őket, több százat meg is öltek. Az életben maradottakat 1933-ban elengedték, azzal a feltétellel, hogy többé nem politizálnak. Hitler baloldali ellenzéke véres leckét kapott az újonnan nyílt táborokban. Mindez nem volt államtitok. Az NSDAP polgári támogatói között is már lehetett olyan mondatokat hallani, ha a politikai ellenfelek üldöztetéséről esett szó, miszerint Hitler csak takarít, ezt el kell neki néznünk. Ebből is látszik, ha el kellett neki nézni, akkor tudtak róla, de elfogadták a magasabb célok érdekében, amelyeknek a megvalósulásában hittek. Egy autoriter erős állam eszméjéért, amelyre a jobboldali konzervatív körökben nagyon sokan erősen vágytak. A tisztviselők, akik a rend nevében cselekedtek, meglehetősen közkedvelté váltak. A rendőrségi felhívásra nagy számban reagált a lakosság, bizonyítva a hatóság népszerűségét. Jóval kiterjedtebb és átfogóbb elnyomó rendszerről volt szó, mint amilyenre a kicsi gestapo alapján gondolnánk. A rendszer ellenes politikai kijelentések a helyi párt elnök vagy a Hitlerjugend vezetőjének fülébe jutottak. A szankciók széles skálán mozogtak, az illetőt elbocsáthatták állami állásából, a nemzeti szocialista idők mindennapjainak egyik legmegdöbbentőbb adata, nagyon sokan írtak feljelentő leveleket. Az illegalitásban összetartottak? Akkor veszélyes időket éltünk. Az ember nem tudhatta, kiben bízhat, kiben nem, de a náciknak nem nyomtattam. Nyilván mindenkiről kiderült, melyik oldalon áll. 33-ban 7 millió szavazója volt az SPD-nek. Ők mind kivándoroltak, vagy köddé váltak volna? Valahogy úgy. Azt az elvtársat, aki csendben volt, a gestapo békén hagyta.
Aki téletben akart maradni, annak a politikát fel kellett adnia. Átéreztem az idős szociáldemokrata csalódottságát, amelyben nyilván sokan osztoztak, akik nem akarták elfogadni, hogy mindaz, amiért harcoltak, egyszerre semmivé lett. Hamar érzékelhetővé vált a politikailag aktív szociáldemokraták és kommunisták teljes demoralizáltsága. Ők úgy érezték, számukra nyilvánvaló, mire megy ki az egész, és elszomorító és dühítő, hogy sikerül. Az Eintopfzontág alkalmával minden jó hazafit biztattak, hogy csak egy adag egy tál étel tegyen, és az így megspórolt pénzt a szegényeknek adták télire. Ez a kezdeményezés és a hozzá hasonlók az összetartozást szimbolizálták. A gyáros és a munkás ugyanazt tette aznap. Ettől azonban a gyáros gyáros maradt, a munkás pedig munkás. Így a népközösség is propaganda fogalom maradt, ígéret, nem valóság. Mitől olyan titokzatos a bűvészet? Sorozatunk betekintést enged az illúzió, mentalizmus, szabaduló művészet, zsebtolvajlás. Egy szóval a nagybetűs bűvészet rejtélyes világába és történetébe. Abrakadabra, titokzatos bűvészet történet, bemutató 23-án 17 órakor a Spektrumon. Menstruációs görcsök. A válaszom NOSPA. A fájdalomcsillapítókkal ellentétben a NOSPA magát a görcsöt oldja, amely a fájdalmat okozza. NOSPA. Légy magabiztos. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Az Oikos íze annyira akár egy édes álom. Habzsold az életet a légiesen könnyed habdesszerttel, és élvezd a pillanatot édes kettesben, a krémesen lágy Oikos joghurtokkal. Itt az új Ricola gyömbér narancsmenta, svájci alpesi gyógynövényekkel, fűszeres gyömbérrel és gyümölcsös narancsmentával. Csak hústold meg! Ricola! És te? Felturbóznád a vállalkozásod és mindenkinél is jobban pörgetnéd? Akkor válts KNH vállalkozói számlára és bankolj új lendülettel. És a telódról intézhetsz mindent, útközben kötöttségek nélkül. És offos a papírozás. És egy évig akár a havidíjat is elfelejtheted. És ha még csak most tartozz, az se para. Itt jó helyen vagy. Bankolj digitálisan a KNH vállalkozói számláddal. És most akár 50 000 forint jóváírást is kaphatsz. Dönts okosan. KNH. Innováció. Fenntarthatóság. Jövő. A vacsora az esti rutin fontos része. Hangolódjatok az elalvásra az immunrendszer fejlődését támogató C és D-vitamint tartalmazó Milumil juniorokkal, melyek mellé most fluoreszkáló Milumil csillagokat adunk ajándékba. Mert a kicsi immunrendszere álmában is fejlődik. Psszt! Hihetetlen, de ez nem tej. Ám épp ez az íz, ami a műzlinek kell. A kávéd is kacsingat felém. Keverj, kavarj, kortyolj belém. Psst! This is not milk. Alpro. Növényi alapú ital te imádóknak. Árszenzáció a Spárban. A gyermei négy tojásos száraz tészta két darab vásárlásakor darabja csak 589, a Tibi táblás csokoládé csak 249, a Ceva Deluxe toalettpapír csak 2799 forint. Kövesd a Spár akciótervet, ami további segítséget ad a spóroláshoz. Részletek akcióterv.hu. Több mint 70 éve ismerjük a szemüvegeseket, a vacillálókat és a magabiztosakat is. Bármelyik is legyen ön, most rendkívüli ajánlattal várjuk. Üzleteinkben most 25 vagy 50%-os lencsekedvezménnyel vásárolhat szemüveget. Részletek a weboldalon. Ofotért. A Dulcosoft elhozza neked a megkönnyebbülést. Kíméletes módon lágyítja a kemény székletet, amikor csak egy kis támogatásra van szükséged. A Dulcosoft gyengéd segítséget nyújt a nap folyamán, akár még a legkisebbeknek is. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
Csak szlogen volt ugyan, de sok német magáévá tette a nemzeti azonosság formált a közösség illúzióját. A Heil Hitler köszöntést gyakran használták a társadalmi ranglétrán lejjebb állók a felettük állókkal. Például a postás Heil Hitler professzor kíséretében kézbesítette a levelet. Ez a társadalmi egyenlőség érzetét adta, pedig a személyek valójában nem voltak egyenlőek, ahogy a szociális jóléti programok is csak a háború után jöttek létre. A jelképes dolgok azonban számítottak. A kis emberek hatalomhoz jutottak. Blok felelősként figyelték és megkövetelték a jó magaviseletet, majd jelentettek a feletteseiknek. A Blokleitertől a régió vezetőig, a Gauleiterig Németország tele lett náci tisztségviselőkkel, több mint 1 millióval. Többségük tiszteletbeli tisztséget viselt, minden pozícióhoz uniformis és rangjelzés tartozott. Úgy érezték, megbecsülik őket. Mindegyikük az elit részének tekintette magát, és egyre újabb kitüntetést kapott. A rendszer minden híve kiváltságosnak érezhette magát, közben a többieket lenézte és megalázta. Az egyenruha felemeli az embert. A sok pozíció feltöltésével megteremtették az emberekben a részvétel érzését. Ők is hozzátettek a rendszerhez. A sokat emlegetett népközösség mindenek előtt teljesítményközösség volt. Egy meglehetősen könyörtelen teljesítményközösség, amely tendenciózusan kivetette magából a haszna vehetetleneket, a gyengébben teljesítőket, a nem elég hatékonyakat. Újabb emlékezetes találkozó következett Aachen katolikus püspökével. Azon töprengtem, vajon a templom ajtaja előtt lezajló hanyatlás eljutott-e magas egyházi tekintélyt tudatáig? Válaszokat keresek, atyám. Azt nem adhat senki magának. Az úr sem? Hőstettet várnánk el az utca egyszerű emberétől. Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban. Nem volt hiány bátor emberekből. Csak hogy ebben az országban az ellenállás mártírhalált jelent. Jézus nem félt kimondani az igazat. Ez igaz. De tudja jól, milyen sors vár rá. Az egyházak, különösen a protestáns egyházak kiegyeztek a rezsimmel. Volt, amelyik szívélyesen, volt, amelyik vonakodva. A saját túlélésük foglalkoztatta őket. A kereszténység elvesztette azt a szerepét, amelyet korábban betöltött. És a nemzeti szocializmus valláspótlékot kínált, ha úgy tetszik, a szimbólumrendszerrel, a kegyhelyekkel, amelyeket épített. A fénykatedrális installációk a rendszer templomai lettek. A vallási köntösbe öltöztetett nemzeti szocializmusban hinni kellett. Aki nem hitt, az nem tartozhatott a rendszerhez. A párt kihasználta az emberek hit és rítus iránti ősi vágyát a saját céljaira. Felesküszöm a népem, a becsületem, a hazám nevében, a nemzeti szocialista lobogóra, Führerünkre. Ámen! Minden zászlót, amelyet Hitler megérintett, szentként kezeltek. Hitler a megváltó szerepében tetszelgett, aki felszabadítja és a fénybe vezeti a német népet. Befreien und ans Licht führen will. Az emberek érzelmeire hatottak, és annyira elbűvölték őket, hogy a racionális megfontolások, miszerint van-e ennek értelme, másodlagossá váltak.
Nyíltan azt hirdették, senki ne legyen kritikus, ne politizáljon, csak higgyen, vakon higgyen. A propaganda elérte a célját. Sajnálatos módon 1933-ban a tömegek nem szavaztak nemmel. Ezt ne hagyja figyelmen kívül. Az ön szemében Hitler nyilván maga az antikrisztus. Miért? A Vatikánnal is meg tudott egyezni. Persze utólag bölcs az ember. Innen visszanézve az egyház tévedett. A pásztor sem tévedhetetlen. Gúnyolódhatna mással. Mert tudja, az én püspöki mellkasomban is egy német szív dobog. Igen, hazafi vagyok. Én is szerettem ezt az országot. Talán imádtam is. De attól, hogy szereti a hazáját, hisz is minden patkányfogónak. Ezt az országot ellenségek veszik körül, és sok ember él itt kis területen. A győztesek 1918 után is megaláztak minket, és megcsonkítottak. Nem ismerek olyan igaz németet, akinek ne bántaná az igazságérzetét az, ami akkor történt. A nácik sikerrel építettek a létező előítéletekre, indulatokra, és ami a legfontosabb, a nacionalizmusra. A nacionalizmus nem választható el a nemzeti szocializmustól. Utóbbi nyíltan vallotta, hogy az első világháborúból, a megalázó versailles-i békeszerződés feltételeiből született meg, és ez a megalázottság érzés az emberek nacionalizmusából fakad. Objektíven nézve a békefeltételek kemények voltak, de nem tűrhetetlenek. Németország fennmaradt, és a Weimári köztársaság idején javultak a körülmények a nemzetközi szintéről nézve. A nacionalisták azonban nem tudták elfogadni, hogy országuk másodrangú hatalom legyen. Az első világháborús áldozatokra való emlékezés kéz a kézben járt a vereséggel járó szégyen eltörlésének a vágyával. Gondoljuk el, az első világháború után németek tömegei érezték a vesztesek szégyenét. A térdre kényszerült nemzetet szétszilálta a politikai gyengeség. Szinte minden felnőtt férfi háborús veterán volt, nagy részük a harctéri élmények traumájával küzdött. Hazatértek, és gyermekei később özönlöttek a Hitlerjugendbe. Sokan azért, hogy felettessék a szégyent és a sebeket, amelyeket az apáik elszenvedtek, és hogy helyreállítsák Németország nagyságát és becsületét bármi áron. A Rajna vidék újra felfegyverzésével, Ausztria és a német nyelvű csehszlovák Szudéta vidék bekebelezésével Hitler felrúgta a versailles-i békeszerződés feltételeit. A németek kimondottan támogatták a náci külpolitikát addig, amíg az békés eredményekkel járt. A csehek és az osztrák diszidensek számára persze nem volt békés egyik lépése, de az Anschluss és a Szudéta vidék megszállása a harmadik birodalom számára sem eredményezett háborút. Fiatalokkal is beszélgettem, akik a Hitlerjugendben nőttek fel. Az volt a benyomásom, hogy ők apáik szégyenét, az elvesztett világháború emlékét akarták mindenáron lemosni. A felsőbbrendűséget megélni. A maga módján ez állt a fiatal gépírónőre is, akivel a belga határnál találkoztam. Magának ki a náci? Olyas valaki, aki mindent elhisz a pártnak.
Heil Hitlerrel köszön. És minden vasárnap, amikor a mise van, ő párgyűlésre megy. Hozzá menne egy nácihoz? Ó, Istenem, nem. Na és, egy oroszhoz, vagy egy franciához? Nem. Csak is némethez. Nem helyes külföldi raszhoz tartozóval házasodni. A tűz! Egy örökké élő szó a rassz számára. Nekünk, északi embernek nem csak szimbólum, hanem az élet legfőbb szükséglete. A nácik számára a rasszok hierarchiájának egész rendszere létezett, a fajgyűlölet ideológiája, egy rassz felsőbbrendűsége a többi felett. Ebből levezették hazájuk megérdemelt helyét a világban. Más szavakkal azt, hogy Németországnak joga van gyarmatokhoz, élettérhez, és az ország morálisan fel van jogosítva arra, hogy más nemzetek felett uralkodjék. Ezt az ideológiát a nácik vezetés éjjel-nappal verte az emberek fejébe, mégpedig igen alaposan. A germán egy nordikus rassz. Az a legnemesebb. Hogyan néz ki a nordember? Nordember? A nordikus rassz erős testalkatú, legalább 1,70 méter magas, szürkés kék szemű és fejlett gondolkodású. Mint egy SS-es. Kik tartoznak a silányabb rasszhoz? Oroszok, lengyelek, olaszok, franciák. A zsidók? Ők mindenképp. Ezekben a pillanatokban engem is meglep, milyen jól ismerem a közhelyeket. Felismerne egy zsidót látásból? Igen, rögtön. Hisz a zsidók mind... Hogy? Van köztük is biztos sok intelligens ember. Talán a hazánknak nem voltak hasznára, de... Kár volt elődözni őket. Akkor éreztem, milyen üres lett ez az ország, micsoda veszteség érte, és hogy milyen kevés köze van az én emlékeimhez. A nagyon várt áttörésre 45 tavaszán került sor. A rajnai átkelést követően gyorsan tudtunk előre nyomulni ennek a különleges birodalomnak a szívébe. A Rajnától egészen Nürnbergig, mintha eltűnt volna a nácizmus, szinte nyoma sem volt. Senki sem kiabálta, hogy Heil Hitler, senki nem állt vigyázba, nem lendítette a karját. A lobogók, a jelvények, a dísztőrök, más szimbólumok, a meggyőzés eszközei nem voltak sehol. Tudom, hogy amikor Nürnberget elfoglalták, letépték a horog kereszteket, és az amerikai katonák valószínűleg akkor értették meg, mi folyt ott. Addig sehol nem látták a nácizmus jeleit, és ott egyszerre igen. Mert Nürnberg a nácizmus szellemének egyik központja volt. Meggyőződhettünk róla, hogy ez az eszme sokkal élőbb volt, mint egy gonosz szellem. Hiszen itt a nácik minden évben felvonulást tartottak. A népközösség egy nagy és egyúttal brutálisan kirekesztő közösség volt. Pontosan ezért ettől működött olyan jól, mert mindenki úgy érezhette, hogy többé válik, több lesz attól, hogy a tagja. Eközben egyesek, a zsidók, az úgynevezett aszociálisok, a homoszexuálisok, a cigányok, ezek nem tartoztak bele a közösségbe. Őket, a gyengéket nem látták szívesen. A rezsim tehát kiradírozta a politikai ellenfeleit. Majd elkezdte szűkíteni, kik tartoznak a népközösségbe.
1935-36-ban a nácik uralmának új szakasza kezdődik. Már azokat üldözik, akik kilógnak a sorból, akiket visszaeső bűnözőnek minősítenek, akik rendszeres szociális juttatást kapnak, akiket nem szeretnek a szomszédaik, a sok gyerekesek, a kicsapongók, és így tovább. Az eltartottak. Ez az önkényuralom kísértése. Az emberek együttműködnek, csábítja őket a gondolat, hogy a fenti csoportoknak tényleg a lágerben a helye. Azt nem mondják meg nekik, hogy ott halálra dolgoztatják őket. A nép csak annyit tud, hogy elhiggye, a táborok jó célt szolgálnak. Akik oda kerülnek, nem hiányoznak senkinek. Következtek a mentális zavarokban szenvedők. Megszervezték a sterilizálásukat, majd a feleslegesnek és nem kívánatosnak tartottak szisztematikus legyilkolását. Van egy közösség, a népközösség, és az olyan, mint egy élő szervezet. Ha a szervezet némely része hibás, elromlott, azt meg kell javítani. Úgy gondolták, hogy meggyógyítják a közösséget, megszabadítják a tökéletlenségtől, és az eredmény egy kifogástalan népközösség, az emberek hibáktól mentes közössége, a tökéletes Volksgemeinschaft lesz. ...1935-ben Nürnbergben, a párt megszentelt helyén, törvény által taszították ki a zsidó lakosságot a német társadalomból. Végig tekintve a sivár romokon, a helyreállt igazságérzete kerített hatalmába. Látja, ezt tette velünk Hitler, panaszkodott egy helyi, mire Joe a sofőrön visszakérdezett. És maguk közül senki nem segített neki? Nürnbergben nyomtatták a Der Stürmer nevű antiszemita uszítólapot is. Kevesen mertek nyíltan szembeszállni a gonosszal. Egy berlini orvos naplójából. Ma szándékosan zsidóboltokban vásároltam, amelyek előtt őr áll. Az egyik nem akart beengedni. Megmondtam neki, hogy a saját pénzemért ott vásárolok, ahol akarok. Miért nem cselekszik más is így? A német társadalomban egy nagyszámú kisebbség minden jel szerint támogatta a rezsim antiszemita rendelkezéseit. Sokkal kevesebben voltak, akik ellenezték. De persze ők is többnyire hallgatni kényszerültek, józan belátásból. A társadalomnak egy rétege, nem tudjuk mennyire nagy vagy kicsi, szemet hunyt a történtek fölött. A zsidóságot kirekesztették, mintha sosem lettünk volna a társadalom része. A német zsidók élete egyre nehezebbé vált. Hátrányosan megkülönböztették, megbélyegezték és kiközösítették őket. Az egyik módot, ahogy az emberek magukévá tették a náci ideológiát, a szociálpszichológiában csúszós lejtő elméletnek hívjuk. Ilyen az első döntési helyzet. Egy zsidót kirúgnak az állásából. Nem én rúgtam ki, de az állás megüresedett. Felkínálják, és én elfogadom. Ugyan ez bűnpártolás, szerintem, hiszen morális felelősséget vállalunk azzal, ha elfogadjuk a munkát. De hibáztatható vagyok-e az állás elfogadásáért? Érthető a logika, miszerint nem én kezdtem, nem én rúgtam ki a zsidót. Az állás szabaddá vált. Ha én nem fogadom el, megteszi más. Így hirtelen már is egy olyan cégnél dolgozom, amelyben többé nincs zsidó munkás. Ezzel a zsidó ellenes apparátus része lettem én is. A zsidók elleni uszító kampányok mindennaposak. Németországban 1933-ban 500 ezer zsidó élt, kevesebb, mint a lakosság 1%-a. Megvetéssel és valós fenyegetésekkel néztek szembe. Sokuk piaci értéke alatt adta el az ingatlanát, és próbált a drága vízumokból szerezni egyet, hogy emigrálhasson.
Ez már korábban, az 1880-as, 90-es években kezdődött Európában a politikai térbe emelt antiszemitizmussal, de Hitler hasonlította először a zsidóságot a rákhoz. Attól kezdve, hogy egy csoportra, mint a rákra gondolunk, és ismétlődően ez a képzett társítás, mit fogunk kezdeni a rákkal? Kivágjuk, kiszedjük a testből. A zsidóságról betegségként beszéltek. Mit tesznek a betegséggel? Meggyógyítják, kiírtják, elpusztítják. 1938. novemberében a kiközösítés erőszakba fordult. Németország szerte zsinagógák lángoltak. Sokan kritizálták a nyílt utcai erőszakot, az anyagi javak eltékozását. De úgy tűnik, hogy a zsidók nem kívánatos léte Németországban, azaz elf, hogy jobb lenne nélkülük, széles körben elfogadott volt. Alkalmunk volt megismerni a birodalom másik arcát is. Egy egykori lőszergyárban, amelyben rabok raboltak, találkoztunk egy fiatalemberrel, akinek a szenvedései szó szerint a tekintetébe vésődtek. Kurt édesanyja evangélikus volt. Az első világháborúban elesett apja zsidó, így az orvosi tanulmányait nem folytathatta. Az előadót felváltotta a tábor és a kényszermunka. Egy idő után már nem zavart a verés. De az, amiket mondtak, nagyon rossz volt. Az anyámat kurvának nevezték. Apámat meg fajgyalázónak. Könyörögtem. Öljenek meg, tegyenek, amit akarnak, csak hagyják az apámat. És ami a legjobban fájt, az, hogy aki Hitler ellen volt, az se segített. Nem, a németek nem rossz indulatúak. Egyszerűen csak közönösek voltak. Azt írtam a feleségemnek, hogy a valódi újrakezdést talán csak a következő generáció viheti végbe. Akkor, 45-ben csak reménykedhettünk, hogy nekik sikerül. Narrátor Kőszegi Ákos, közreműködött Sótonyi Gábor. Magyar szöveg Monori Csaba Bulcs, szerkesztő Pogány Éva, hangmérnök Schmidt Zoltán, gyártásvezető Vígbári Ágnes, szinkronrendező Zentai Mária. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Witzenleiter Kitti.